A Magyarországon immáron több mint két évtizede működő Csíkzenekar elsősorban a magyar népzene hiteles tolmácsolója. Sokan ezért szerették, rajongóik száma azonban, Székesfehérváron is megtapasztalhattuk, folyamatosan nőtt, függetlenül attól, hogy az utóbbi néhány esztendőben más utakat is kipróbáltak. Azok a fajta tapasztalatok és egyfajta egészséges alázat, amit a régi öregek tudása, a zenészek, a parasztemberek, az énekelni tudó parasztembereknek a régi tudása, olyan fajta érték, amit mi mindenképpen úgy éreztük, hogy jó, hogy megismertünk, és ezt érdemesnek tartottuk továbbadni. A zenekar természetesen hallani sem akar a Bartók Béla és Kodály Zoltán által megteremtett alapvetések megtagadásáról. Számukra továbbra is fontos, hogy mestereik hagyományait kövessék. Hetente 3-4 koncert az, amin helyt kell, hogy álljak, úgyhogy nem tehetem meg azt, hogy a közönségnek csalódást okozok. Ez nehéz is, bevallom. Muszáj nagyon-nagyon-nagyon amögött lenni. De ebben jó segítségeim vannak, egyrészt a zenekar tagjai, hiszen támogatnak is és segítenek, és nagyon jó az alámuzsikálás egy-egy számnál, illetve hát a családom, aki segít abban, hogy mindezt meg is tudjam tenni. A Csíkzenekar 23 esztendő után új utakon jár. Ennek köszönhető, hogy találkozhatunk Lovasi Andrással, aki egy új világot mutatott meg, találkozhatunk Ferenczi Gyurival, és találtak egymásra a rendkívül karakteres és gondolatvilágában hozzájuk közel álló kis Tiborral, és persze a Quimbyvel is. A felsorolásból nem maradhat ki Presser Gábor sem, aki rendkívül sajátos zenei stílusával számukra is meghatározó élményt jelentett.